Műsorunk tartalmából. Befejeződött a kajakosok szezonja. Bemutatkozott az új röplabda klub. Mezei futóversenyen jártunk. Sakkoztak a kőkutiban. Rangadót nyert a TAC U14-es labdarúgó csapata. Tataváros Diáksport Bizottsága évente több sporteseményt szervez. A városi iskolákon kívül a kistérség oktatási intézményei is részt vesznek ezeken. A tanév elején az atlétika az első sportág, amelyben versenyezhetnek a gyerekek. A múlt hét elején két napon is az edzőtábor atlétikai pályája volt a helyszín. Az általános iskolások vették birtokukba a pályát, és szerencsére az időjárás is kedvezett a versenynek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy hagyományos versennyel kezdi az évet, a tanévet a Városi Diáksport Bizottság. Így van, még szeptemberben kitűztük ezt az időpontot, ezt a 2-3-as kócsoportos atlétika versenyünket. Edzőtábornak segítségével is tudjuk ezt rendezni, és nagyon szép millióben, szép ideás közepette, sok gyermeket tudunk megint versenyt rendezni. Milyen számokban, kik vesznek részt? 2-es kocsoportban 60 méteres futás van, a végén szembeváltóval, hajítás ugrás van benne, illetve 3-as kocsoportban 60 méter, 600 méter hajítás ugrás szintén szerepel a küzdelmekben. Ugye itt a város iskolák mellett a kistérségi iskolák is itt vannak, tényleg itt vannak? Hát tennap volt egy kisebb fajta hullámvölgy a 4. kócsoportban, de aztán már ezt lepótoltuk. Aki számít a kistérségben, mindenki itt van, ez egy iskola. Örülök, hogy a testvérnők összefogásával, versenybíráskodással, gyereknek a kihozatalával tudunk versenyt rendezni, és hát ez egy nagyszerű felmérő verseny az év elején. Akkor ennek nincs tovább menetele, ez csak egy verseny. Így van, kevés verseny matematikával különben. Ugye egy ősszel, egy felmérő verseny, majd egy tavasszal, a tájbítós verseny. Mindenképp meg kell ezt csinálnunk, hogy lássuk, hogy a tavaszi rangadókra itt tudunk betenni a csapatokba. Mi lesz még most az ősszel? Ugye lesz még egy hónap múlva úszóverseny, mind a 4 kócsoportban, játékosor és váltóverseny, és elkezdődnek a labdajátéknak az első őszi küzdelmei. Szinte minden labdajátékban. Gondolom, hogy azért, bár itt van sok csapat, azért a hagyományos vaszar és kőkut is párharc van. Igen, ez egy örökös kisebb fajta harc ötünk, de mindig baráti a ugye, hangulat, és nagyon sportszerű. Igyekszünk minden ennél több csapattal, és úgy csináljuk, hogy az AB csapataink azok mindig verseny kívül indulnak, így sportszerű a többi iskolával szemben, és valóban egyfajta presztízs harca minden egyes őszi-tavaszi fordulónak megvan. Az már megszokott, hogy az alacsonyabb korosztályokban nagyobb a mezőny, így volt ez most is. A kőkuti és a vaszari mellett a Jászmin iskola is indított csapatokat, de baj és szomód is megmutatta magát. Most éppen a kislabda hajítással végeztetek, hogy sikerült? Hát én a bemelegítésen nagyobbat dobtam, olyan 30 méter körül volt, de ez is jó. Ez volt az első, vagy volt már futás? Volt már futás. És hogy szerepelt a csapat? Nagyon jól szerepelt. Most még mentek akkor távol volt ugrani, és a végén a váltó. Milyen szereplésbe bíztok? Mit mondott tanárnéni? Hát szerintem az edzésen egy kicsit jobbak voltunk olyan szempontból, mint most az atlétikán. Sokat szoktatok gyakorolni az udvaron? Igen, szoktunk. Órán vagy órán kívül is? Órán kívül is. És ez a nagy csapat, akik most itt vagytok, hatan? Igen. Miben bíztok? Milyen eredménybe, mondjuk távolugrásba? Hát olyan 5.-4. helyen. A vizes sportok egy részében a szezon a végéhez közeledik. Az evezősök, kajakosok, vitorlázók lassan elteltik eszközeiket pihenni. Így vannak ezzel a hódieses sportoló is, akik október elején zárták a versenyidőszakot. Évközben többször is láthattak nézőink riportokat, tudósításokat róluk velük, hiszen most is voltak sikereik. Legutóbb éppen a Masters-ek világbajnoki szerepléséről és a sárkányhajósok eredményéről számoltunk be. Most újabb sikerekről érkezett hír, így aztán utunk ismét a kajakházhoz vezetett. A nyári nyüzsgés után azért már csendesebb a környék, de az edzésen még így is sokan vannak. Így idény vége fel azért már kicsit csendesebb a kajakház környéke, kevesebb a víz, már a vitorlások is
nagyon kevesen vannak itt. Hogy éritek meg ezekre a napokat? Igen, ez az átmeneti időszak, most már vége van a versenyidőszakunknak teljesen. A gyerekeket egy kis pihenő van most is, tehát foci, játék, ha nagyon jó a víz, akkor még vízre megyünk, de inkább most már még megint a örömevezések vannak, és foci, játék, ami a gyereknek azért szükséges. De hát az elmúlt két hét azért bővelkedett itt eseményekben, hiszen két jelentős versenyen is részt vettetek. Mik voltak ezek? Igen, a Diák Olimpia volt a főversenyünk, az utolsó főversenyünk, ami válogató is volt, tehát be lehetett jutni még a korosztályos keretekbe a gyerekeknek. Hál' Istennek azok, akik egészében hozták magukat a Diák Olimpián, is jól szerepeltek. Ki kell emelnem a Hidvégi Zalánt, aki megnyerte a futamát, és így kölyök korosztályos válogatott lett, és még Almási Lili tudott nagyon szépen bekerülni a serdülő válogatottba, a többiek közé. Hányan vannak most válogatott kerettagok? Igen, serdülőben hadgyerkőcünk van, és kölyökben egy fiú. Ez nagyon jónak mondható. Éppen azt akartam kérdezni, hogy a korábbi évekhez képest most hol álltok? Körülbelül ott, ahol tavaly, egy kicsivel jobb. Tehát egy vagy két gyerkőccel több válogatottunk van, mint a tavalyi évben volt. Aztán itt a igazi legutolsó verseny, az egy régiós verseny volt Győrbe, és ahogy az előbb hallottam, ez egy elég fura kiírású verseny. Igen, volt délelőtt 2000 méter, amit a szövetség írt ki, ez egy régiós verseny volt, ezen még illett megjelennünk, és délután pedig volt egy 4000 méteres handicap verseny, ez nem jellemző a kajakkenu sportra. Ez úgy történik, hogy a legkisebbek indulnak először, és 45 másodpercre indulnak rájuk az idősebbek, felnőttek és így párosok, és ezt el kell mondanom, hogy ilyen még nem volt ebbe a versenybe, hogy lány nyerte végül is a handicapet, Kitti személyébe, úgyhogy örültünk neki nagyon. Ez mennyivel dobhatja fel a versenyzőt, főleg az elől indulókat, hogy nekik menni kell, menjen a következő? Igen, ez egy nagyon kemény verseny, mert ha utalérnek, akkor már ezt tudni kell, hogy a kajaknál tolóvizet kapnak, ez nehezíti őket, és akiket meg kell előzni a leghátsónak, az pedig végig tolóvizeken megy, és mire odaér az elejére, elég rendesen elfárad. Itt a Kittieknél az volt a szerencse, hogy a utánuk lévő fiúk nem érték őket uttól, és így ők két lány meg tudták nyerni a versenyt. Nem csak ezen a versenyen fáradtak, hanem szerintem az egész évben elfáradtak a gyerekek, hiszen rengeteg verseny, és ahogy mondtad, nagyon jó szereplés volt a jutalma. Így van, így van. Most egy kicsit pihenőbb időszakunk lesz, játék, foci, amíg jó idő van, még vízre megyünk, de már csak örömevezések, órát nem nyomunk, nem kell pályákat menni. Ez tényleg egy kis átmenetű időszak, és november 1-től kezdjük a téli felkészülést újból. Ahogy hallottuk az edzőtől, ez már a levezetés, a pihenés időszaka, de a gyerekek így is lejönnek, ha másért nem, azért, hogy együtt lehessenek. A Diák Olimpia és a győri verseny sikeres versenyzői közül kérdeztünk meg néhányat. Így idény végén volt még erőd ezekre a versenyekre? Igen, volt szerencsére. Már a magyar bajnokságot elrontottam, úgyhogy most még több motivációm volt, hogy a keretet jobban meg tudjam nyomni. Magyar bajnokságon mi nem sikerült? Hát a rajtban beragadtam, úgyhogy csak 516. voltam. Az nem volt jó, de a végére sikerült 5. lenni. Mondjuk az se egy olyan nagyon kiemelkedő eredmény, de most a kereten sikerült megnyerni. Ez azt jelenti, hogy a Diák Olimpián hogy szerepeltél? Hát, mivel nagyon sokat edzettem még a magyar után, ezért a diákon sikerült elsőnek lenni, úgyhogy büszke vagyok magamra. Majdnem ugyanaz a mezőny van ilyenkor, mint a magyar bajnokságon, vagy mennyire ismerted őket? Hát igazából, akik már bekerültek a magyar válogatottba, a keretbe, hát ők már kiestek a mezőnyünkből. Ők átültek a labilisabb hajóba, mert nekünk most ebben az évben lehetett választani. És hát ők ugye ki voltak esve. És még volt rajtam kívül volt egy nagyon erős, de sikerült őt is megverni. Itt aztán ezek szerint a rajt jól sikerült? Most jól sikerült, igen. És akkor Győrbe a versenyen ott indultál? Indultam, de mondjuk nagyon hideg volt, úgyhogy nem volt a legideálisabb verseny. Milyen volt ez az éved így, hogy a végén sikerült a válogatottba bekerülni? Hát sikeres évem volt, mert
hát tavaly közel se voltam ilyen sikeres, úgyhogy nagyon jó volt ez az év. Érzed, hogy erősödtél, vagy miben fejlődtél? Hogy érzed? Hát érzem az erősödést is, meg hát ugye sokat technikázunk edzéseken, a technikám is szerintem javult egy kicsit, meg ugye az állóképesség, úgyhogy igen. Tamás bácsi azt mondta nekem az előbb, hogy ezek a harmadik helyek, amit elértél, ez nagyon jó. Te hogy érzed? Hát szerintem is nagyon jó, mivel nagyon sokat készültem, és hát nagyon nehéz volt. Mióta kajakozol? Hát szeptemberben volt egy éve, és előtte úsztam. Az úszás, az hogy érzed? Segít abban, hogy most kajakba vagy ilyen jó? Hát igen, szerintem mindenféleképpen segít, mivel a keringésnek nagyon jó, és az állóképességet is javítja. És miért kellett váltani, vagy miért váltottál? Hát már nem szerettem annyira, és a kajak jobban tetszett. Gondolom, itt azért többen is vannak, itt vannak a barátnők, haverok? Igen, de sokan jöttek át úszásra is a barátnőim kajakra. Itt említettem a harmadik helyeket, melyikre vagy a legbüszkébb? A magyar bajnoki második helyre, és a handicapre. Ugye ez a múlt heti győri verseny, azt Tamás bácsi említette, hogy egy nagyon furcsa verseny, ez milyen volt? Hát úgy volt, hogy elindultak a 2008-asok és a 7-es MK-sok egybe, és sorba indították rá korosztályonként a többieket. És hogy sikerült befogni az előttel indulókat? Hát az elején fölültem vízre, és onnantól mentem a végéig. Ez ilyenkor sokat segít, hogyha van egy ilyen kis segítség is? Igen, mert nem neked kell elől menned, hanem így lesüld a hajód elej, és könnyebb menned. Mi lesz ma a program? Hát ez a hónap kicsit lightosabb, most csak rákészülünk a téli alapozásra. Ez kicsit pihenősebb lett, mert idáig hajtottunk, úgyhogy kicsit visszaveszünk most októberre. De te nem nagyon vettél vissza, hiszen vasárnap láttalak itt a tófutáson, és ahogy tudom, nem is rossz idővel értél célba. Hát azért pihenő időszakban is karban tartjuk magunkat, ez igazából egy tófutás az még belefér ebben az időszakban is. Azt is láttam, hogy apa is futott, ki győzött? Hát én egy pár perccel, de ő is nagyon oda tette magát, úgyhogy ő is bronzérmes lett a korosztályában, ami szerintem felülmúlta mindenkinek a várakozását, úgyhogy büszkék vagyunk rá. És a te várakozásaidnak megfelelt az a diákolimpiai szereplés? Párosban mindenképpen, az aranyéremmel elégedett vagyok, de egyesben az ötödik helynél kicsit azért többet szerettem volna. Mi múlt az egyes? Hát igazából 2000 méterig tudtam magamat tartani, és 1000 méternél lerobbantottak engem, és onnantól kezdve már nem volt esélyem. A párosban azért számítottatok rá, hogy nyerhettek? Hát igen, mivel most egy-két páros ugye kiesett, mivel ez diákolimpia volt, és páran nem indultak el, úgyhogy a komolyabb ellenfelek azok most nem indultak. Ezzel az aranyjal és az egyéni ötödikkel milyen éved volt? Hát szerintem ez az eddigi legjobb éve, ugyanis életemben először válogatott is lehettem, és nemzetközi versenyre is kijuthattam, úgyhogy szerintem ez a 9 év alatt az egyik legjobb. 9 éve kajakozó? Hát lassan már 10. Hát akkor ez kemény dolog, és látsz benne fantáziát tovább, és tehát szeretnéd ezt majd akár még iskola után is csinálni? Hát, hogyha úgy hozza az élet, akkor én mindenképpen benne szeretnék maradni, de nem kizárólag csak erre tervezek. Most hanyadikos vagy? 10. És merre szándékszol majd tovább menni 12. után? Hát én a testnevelési egyetemre gondoltam, hogy ebben maradjak azért, még ha nem is folytatom a kajakozást. Az új idényre való felkészülés novemberben kezdődik, majd a hónap végén az évzáron köszöntik az idei év sikeres versenyzőit. Néhány évvel ezelőtt elkezdődött a röplabdás élet Tatán. A TAC egyik szakosztályaként lányokkal kezdtek foglalkozni. Szépen ment a munka, tanultak, fejlődtek a gyerekek. Először kupákon indultak, majd már rendes bajnokságban szerepeltek, és ahogy nőttek, egyre magasabbra tették a lécet, míg a Győrrel kooperálva MB2-es csapata lett a városnak. 2 éven keresztül szerepeltek ebben az osztályban, és nem is rosszul. Aztán 2018-ban valami megtört, és új egyesület alakult,
Észak-Dunántúli Röplabda Akadémia néven. Elkezdődött a harc a gyerekekért. Egy ilyen kisváros, mint Tata, nem biztos, hogy elbír két egyesületet azon a sportágban. Erre is rákérdeztem. Azért egy kényes kérdést ne kerüljünk, mert biztos, hogy a néző fejébe megfordul, hogy ugye volt eddig egy röplabda szakosztály Tatán, most van gyakorlatilag egy klub és egy szakosztály, hiszen a TASZ-nál is megmaradt. Van értelme? Már bocsánat a direkt kérdésért. Hát remélem, hogy van értelme. Azt mondom, hogy a TASZ-tól jöttek át hozzánk lányok, átigazoltak hozzánk jelenleg öten, úgyhogy itt kezdték meg a munkát. Mi főként azt mondom, az utánpótlás építése és az utánpótlás neveléssel kezdünk el így foglalkozni. Szeretnénk járni így a saját utunkat, de úgy érzem, azt most jelenleg megférünk így egymás mellett. Egy év alatt a szakemberek összerakták az egyesületet, és most október elején elérkezett a pillanat, amikor egy mezzátadó eseményen a sajtónak, a szülőknek is bemutatkoztak a vezetők. Kok Robertet a férfi röplabdával ismerjük edzőként és játékosként, válogatottként. Hogy kerül a női röplabda? Igazából röplabda, de maga a kapcsolat úgy alakult a Ritáékkal. Én tatabányai kötődésű vagyok, ugye itt születtem, itt éltem 18 éves koromig, igazából a röplabdával is itt ismerkedtem meg. Utána pedig azóta egy hosszú karriert jártam be. Most már edzőként dolgozom évek óta Ausztriában, ott is férfiágon. És igazából maga a lehetőség ragadott meg, de nem itt egyből kiemelni, hogy nem kifejezetten csak lányokkal szeretném majd foglalkozni. Most per pillanat úgy néz ki a helyzet, hogy a férfi szakák kiépítése természetesen egy lassabb folyamat lesz, most már elmentünk a női irányba. De mivel a Ritáék részéről a megkeresés itt történt meg a női vonalon, ezért én egyből igen mondtam, ez nekem is egy új kihívás. Én több évek óta is, mellett, hogy férfiakkal dolgozom, azért női edzőkkel is kapcsolatban állok föl Németország, Ausztria területén, úgyhogy próbálom már ezen a téren is fejleszteni. Tudom, a két szakák teljesen más, de ez egy új kihívás. Ugye ez egy alakulóban lévő egyesület, hiszen gyakorlatilag egy éves múltra tekint talán vissza az alapítása. Hol állnak most? Igen, az előkészületek szerintem talán egy picivel régebben kezdték el Ritáék, de körülbelül egy év az, mióta én is benne vagyok ebben az egész maga az akadémia rendszer kialakításában. Elsősorban én információkat hozok haza. Ausztriában is egy akadémián dolgozom, Grazban, az NB1-es csapat mellett. A dolgok úgy állnak, hogy jelen pillanatban ezzel a gyerekmennyiséggel dolgozunk, amennyi vannak, ez 50 körüli főről van most szó, nagy része lányok, természetesen vannak már fiúk is, és kilátásban van, ez tervben van még, hogy a férfi részt talán Komárnóval kicsit megtámogatva, vagy közös együttműködést a szlovákokkal ki tudunk alakítani. Nekem is van összeköttetésem, meg a Ritáéknak is. De jelen pillanatban úgy állunk, hogy elkészült az új terem, ennek az apropójával vagytok ti is itt. Komáromban ugyanez a helyzet, egy-két héten belül megkapjuk a termünket, ahol kivételesen komoly előnyöket élvezhetünk az edzés időpontok terén. Úgyhogy megalakult az egyesület, jönnek a gyerekek, az anyagi és terem feltételek adottak, kialakítottuk a fizioterápiás hátteret, a sportpszichológia, a mental training háttér adott, ugye részemről a szakmai háttér, és ugye a Ritáék részről pedig egyértelműen az anyagi háttér megteremtése a feladat. Ja, te nagyon régen benne vagy a szakmában. Hány éved adsz magatoknak, hogy ebből valóban egy jól menő klub legyen? 4-5. 4-5 év minimum. Ezt elsősorban azért mondom, mert a picikre építjük természetesen majd az első úgymond szerintem egy komoly csapatunkat. Ez a 2006-tól, 2005-től, 2009-2010. Van időnk, nem kapkodunk, úgyhogy szép lassan meg kell felépíteni ezt az egész rendszert. Remélem, hogy két évben a fiúkat is be tudjuk vonni, kicsit kiterjeszteni magunkat itt Komárom-Esztergom megyébe. Bízom benne, hogy egy olyan 4 éven belül ki tudjuk nőni magunkat. Kikkel egyszerűbb eredményt elérni, fiúkkal vagy lányokkal? Lányokkal. Lányokkal sokkal egyszerűbb eredményt elérni. Ennek több oka is van. Egy pár szó, ugye a lányok sokkal hamarabb érnek, sokkal hamarabb elérik úgymond azt a teljesítményt, amit már nem tudnak túllépni. De a fiúknál ez egy sokkal hosszabb folyamat. A fiúknál fejlődés, ez 30-32 éves korban is még egy játékos simán tud fejlődni. Úgy gondolom, az a lányoknál sokkal rövidebb idő. Milyen területen mozog az Édra?
Az Édre azt mondom, hogy röplabda utánpótlás képzéssel foglalkozik, és az utánpótlás képzésen belül is a fő célunk az az, hogy ne csak a kizárólag a szakmai munkára korlátozódjon a képzés, hanem azt mondom, hogy a gyermekek mentális táplálkozással kapcsolatos képzés és a funkcionális tréning is megjelenjen az edzéseken. Az előbb Kok Róberttől megkérdeztem, hogy körülbelül mennyit ad arra az időre, amíg valóban itt lesz egy nagybetűvel csapat. A napi munkában hogy sikerül majd a szakmával együtt haladni? Hát reményeink szerint azt mondom, ez mi hamarabb el fog következni. Jelenleg tényleg alulról építkezve az utánpótlásra koncentrálunk főként, és azt mondom, az utánpótlás szinte mondhatjuk, hogy a csapat az már jelenleg itt van, és a kifutásra az pedig azt mondom, évekre kell előre tekinteni, hogyha a felnőtt csapatban is gondolkozunk. Ez az egy terem elég ahhoz, hogy minden csapat megfelelő edzés körülményeket kapjon? Tatán maximálisan elég, és a munkát azt Komáromban is azt mondom, hogy el fogjuk kezdeni. Jelenleg a komáromi sportcsarnok a felújítása az folyamatban van. Ígéretek szerint ez így a hetekben közeljövőben befejeződik, és akkor párhuzamosan a munka ott is el fog indulni. Több mint 50 gyermek van már így nálunk. Ez napi munkában azt jelenti, hogy jelenleg Tatánita Református Gimnáziumnak a tornatermében kezdődtek el a munkák. A 15 évesek, 17 évesek, 11-13 évesek is itt edzenek, és köszönetet szeretnék mondani tényleg a Református Gimnáziumnak az, hogy lehetőséget kaptunk erre, hogy ilyen kiváló körülmények között edzhetnek a lányok. Ezen az összejövetelen bemutatót tartottak a nagyobbakkal a funkcionális tréning fontosságát kiemelve. De mint hallottuk Tihanyi Krisztinától, a Bosu Hungári szorosabb kapcsolatot ápol az Édrával. Így egy felkérést kaptunk a Robiéktól, hogy szeretnék, hogyha az Édrának a játékosait, sportolóit, versenyzőit egy ilyen funkcionális fejlesztéssel tudnánk fejleszteni. Itt rengeteget ugrálnak a játékosok, talán még inkább hasznos számukra? Természetesen, mindenképpen. Ugye a funkcionális fejlesztésnek pont az a lényeg, hogy az alapmozgásokat, az alapmozdulatokat javítsuk, fejlesszük, és motiváljuk természetesen erre a fejlesztésre a gyerekeket, hogy megszeressék a mozgást, hiszen az lenne a lényege ezeknek az edzéseknek, hogy minél tovább tudjon a sportágban maradni, lehetőleg sérülésmentesen, és ez az egyik legfontosabb, hiszen a sérült sportoló a legdrágább sportoló. Ezzel az edzés módszerrel, edzés technikával gyakorlatilag a gerincoszlop stabilizációját tudjuk fejleszteni, valamint az izületi kötéseiket tudjuk megerősíteni, így kevésbé lesznek sérülékenyek a játékosok, és hát ezen keresztül a kondicionális képességek is maximálisra fejleszthetőek. De hát én azt is megtudtam itt a beszélgetés kapcsán, hogy nem csak kimondottan a Bosu, mint, hogy mondjam, edzésmódszer szerepel itt, hanem másmilyen formában is itt vagytok. Igen, természetesen. Hát ugye maga a Bosu Hungary alapeszköze az a Bosu volt, de hál' Istennek a munkánk eredménye így az évek folyamán már oda jutott, hogy több nemzetközi cégnek vagyunk a viszonteladója, forgalmazója, így ma már nem csak a Bosuval foglalkozunk, hanem az összes olyan instabil sporteszközzel, ami a funkcionális fejlesztésben lételemű már nyugaton. Valamint most már sportruházattal is foglalkozunk, és hát ugye itt jött még egy lehetőség, hogy ezen keresztül tudjuk támogatni az Édrát, hiszen a mi sportfejlesztésünkkel gyakorlatilag ki tudtuk őket szolgálni, mind ruházattal, mind sporteszközökkel. A gyerekek láthatóan élvezték a gyakorlatokat, bár rendesen megizzadtak a körülbelül 15 perc alatt. Elhangzott, hogy az edzéseket a Refi új tornatermében tartják, ezért köszönet Szabó Előd lelkésznek és Illés Dánielnek, a Református Gimnázium igazgatójának. Sokat tett az Édra érdekében Mif József Tata és dr. Molnár Attila Komárom polgármestere is. Az új mezben a hétvégén már pályára is lépett az U15-ös csapat. A sok egy táblajáték. A szó perzsa eredetű és uralkodót jelent. A játékosok felváltva lépnek, és a cél, hogy a másik fél király bábúját bemattolják, azaz úgy támadják meg, hogy azt ne tudja semmilyen lépéssel elhárítani. Népszerű játék, de mint sportág is népszerű. Magyarország a világ élvonalához tartozik, sakkolimpián ötször nyertek, a nők két aranyérmet szereztek.
Portis Lajos, Lékó Péter vagy a Porgál lányok a mai fiatal sakkozók számára is ismert nevek. Ma már sok iskolában is tanítják a sakkot. Tatán a Kőkúti iskolában is foglalkoznak a sportággal. Évről évre megrendezik a Zorics Vincenné emlékét ápolva a Jóka kupát, amely az idén már a 9. volt. Nagy izgalommal várták a gyerekek a kezdést. A Kőkúti előterében szépen sorakoztak a felállított táblák. Csólig Róbert elmondta a legfontosabb tudnivalókat, felhívta a figyelmet, hogy mindenki a saját partiával foglalkozzon, ne szóljon egy másik táblán játszókhoz. Amik az ülésrendet hallgatták a gyerekek, addig a mikrofonhoz kértük Csányi Magdolna tanárnőt. Ahogy látom, egész szép mezőny jött össze. Igen, 68 gyermek jelentkezett, és felnőttek is vannak páran, úgyhogy 72 a végső létszám. Milyen rendszer szerint, hogy játszanak a gyerekek? A gyerekek hétfordulós svájci rendszerben játszanak, 15 perces játékidővel, korcsoportonként. Van első, másodikas, harmadik, negyedikes, ötödik, nyolcadik osztály, és a felnőttek külön kategóriába versenyeznek. Ez a 15 perc elég, vagy ez a megszokott a gyerekeknél? Hát a gyerekek általában nagyon gyorsan játszanak, de felnőtteknek ez egy gyors játék, de próbálnak alkalmazkodni a helyzethez. Honnan jöttek a résztvevők? Elsősorban a környező iskolákból, Tatabányáról is érkeztek hozzánk, illetve a kőkuti versenyzők. Igen, hát itt azért a Kőkuti híres arról, hogy jó sakkélet folyik. Most hányan vannak? Versenyzőink körülbelül 25-30 fővel vagyunk itt jelen a mi versenyünkön. Ebben kisebbek, nagyobbak és felnőttek is benne vannak. Akkor itt a csapatverseny, ez valószínű, hogy itthon maradhat a kupa? Hát tavaly másodikak lettünk, tehát hogyha a most visszahozott csapat Nassai elnyeri, akkor ő viszi el véglegesen. Ez ilyen. De gondolom, akkor új kupa lesz majd kiírva. 3 év múlva újabb kupákkal próbálunk a versenyzőknek az eredményeiket elismerni. Ugye Nassait említette, Tatabányát említette. Hol van még a megyében olyan iskola, ahol ennyire komolyan foglalkoznak a sakkal? Tatabányán több iskolába is, Nyergesen is nagyon jönnek, illetve csapataik vannak, Esztergomban, akik most jelen pillanatban nincsenek itt, azért a környékben próbálnak mindenhol versenyzési lehetőséget keresni, illetve versenyzőket toborozni. Tudom, hogy tavaly a Kőkuti nagyon jól szerepelt országos diákolimpián és országos versenyeken. Most mi az idei termés? Hát ezt sajnos még nem tudjuk megmondani, ez attól függ, hogy a másik csapatok hogy szerepelnek a megyei döntőn. Az az igazság, hogy most jelen pillanatban úgymond nagyok kimentek, nekünk utánpótlást kell most kitanítani, hogy fel tudjuk venni a versenyt a másik iskolákkal. De akkor ezek szerint van érdeklődés itt az iskolában? Igen, van érdeklődés, iskolában is van, és más iskolákból és más településről is jönnek, és szeretnének ide járni a foglalkozásokra. A továbbiakban mezőfutós versenyt rendeztek a Kastélykertben. Rangadót nyertek a TAC U14-es labdarúgói. Rangadót játszottak szombat délelőtt az U14-es labdarúgó bajnokságban Tatán. A második helyezett TAC fogadta az első Nyergesújfalut. Azért is volt érdekes ez a meccs, mert a tataiak rúgták a legtöbb gólt, míg a Nyerges kapta a legkevesebbet a bajnokságban. Ha azért egész héten nagyon készültek, mindenképpen szerettek volna győzni. A legutóbbi fordulóban a TAC oroszlányban 11-et rúgott, míg a Nyergesújfalu otthon verte meg 5-0-ra a Bábolna együttesét. Igazi labdarúgó időben szülői szurkolás mellett lépett pályára két együttes. A hazaiak fehérben, a vendégek zöldben játszottak. A tudósításban az első félidő utolsó 5 percétől történteket mutatjuk meg. Előtte már 2 tatai gól született, mindkétszer Unger volt eredményes. A védők között kiugorva lőtt a hálóba. Mindkét csapat kultúráltan játszott, kevés volt a szabálytalanság. A 37. percben hazai támadás végén középen Nagy a védők szorításában akart kapura lőni,
de a menteni igyekvő védő Gerencsér olyan szerencsétlenül ért a labdába, hogy az a meglepett Tóth kapus mellett a bal sarokban kötött ki. Még egy szabadrugás maradt a szünet előtt. 16 méterre a nyergesi kaputól Kmelovics tette le a labdát, majd szépen eltekerte a sorfal fölött, de egy picit cél tévesztett, így a jobb felső sarok mellett sivített el a lövés. A szünetben tehát 2-0-ra vezetett a TAC. A második félidő elején főleg vendégek támadtak, de igazi helyzetig nem jutottak el. Nem úgy a TAC. Dumánszky a bal oldalon rendszerint jól indult meg. Először szép cselekkel lejátszotta magát az alapvonalig, egy visszahúzás után lőtt, de a bal kapufáról kifelé pattant a labda. Újabb akció után ezúttal az alapvonalról passzolt középre, ám Kmelovics előtt felpattant a labda, így nem tudta jól eltalálni, ez nagy lehetőség volt. Ismét Dumánszky alakított nagyot, beadását ezúttal Varga fejezhette volna meg góllal, de gyengén lőtt, így a kapus védeni tudott. Bár továbbra is a nyergesi mezőnyfölényt láthattak a nézők, Szűcsnek is kellett védeni, de gólt ismét a TAC szerzett. A 61. percben Takács erőszakossága ért gólt. Megtámadta nagykapust, aki vezetgette a labdát, ami így elpattant előle, és a hazaiak 12-ese közelről az üres kapuba lőtt, ezzel már 4-0. A vendégek mezőnyön továbbra is ügyesen játszottak, és ki is használtak egy védelmi hibát, amit Szántó váltott gólra. Több hazai lehetőség is adódott a hajrában, de pontatlanság miatt nem lett belőlük semmi. Aztán egy jó Kmelovics megmozdulás, a kapust megelőzve szerzett gólt, amivel 5 perccel a vége előtt kialakította az 5-1-es végeredmény. Egyik őtöknek a gólszerzés, másiknak pedig a gól hárítása feladata. A első fél évben volt 2 olyan zicser, amit hogy tudtál kivédeni? Hát mindig próbálok egyre jobb lenni, és nem szeretnék gólt kapni. És a csapatnak is fontos az, hogy jól védjek. A labdára megyek, az a lényeg. Hát ilyenkor nem azt figyeled, hogy merre néz a játékos, hanem a lábad meg a labdát figyeled? Igen, igen, azt figyelem. Aztán a másik fél évben egy gólt csak sikerült az ellenfélnek szerezni, itt azért a védők hibáztak. Igen, egy aprócskát hibáztak, benne van a fociban. 2 gólt lőttél, ráadásul tulajdonképpen 2 egyforma gólt, hiszen mind a kétszer kiléptél a védők közül. Ez volt a feladatod? Igen, ez volt a feladatom, ez egy előre megbeszélt taktika volt. Elsősorban köszönöm szépen a csapattársaimnak is, hogy gólt tudtam rúgni, hiszen ők adtak olyan passzokat, amivel helyzetbe kerülhettem. Ugyanakkor az első fél évben hátul kezdtél. Nem hátul kezdtem, hanem mindig visszasegítettem a védőknek, mert ez is a feladatom volt. 5-1 lett a vége, számíthatatok arra, hogy ekkora különbség lesz? Mert gondolom a győzelmet, azt bíztatok a győzelembe. Hát nem számítottunk rá, hogy ekkora különbség lesz, 1-2 gólt számítottunk, hogy nyerünk, de amilyen csapat alázata volt most, az parádi szinte. Nagyon jó meccset játszottatok, és igazából az ellenfél is jól játszott a mezőnyben. Ez nem múlt, hogy ti ott jobbak voltatok? Hát, őszintén megmondom, nem tudom, nagyon sokat edzettünk erre a mérkőzésre, mert fontos volt, hogy ezt megnyerjük, így sikerült, ugyanannyi ponton vagyunk, mint ők, sőt, megelőztük őket gólarányba, ez volt a fontos. Nem véletlenül született meg a magabiztos tatai győzelem, sokat tett érte minden csapattag. Jó iramú, küzdelmes meccs volt. Nem ismer a mezőny, de szerintem a két csapat ilyen szintű meccset nem igen játszik a bajnokságba többet. Félig igaz, félig nem. Van egy 5-6 csapat, aki hasonló játékerőt képvisel. Ez a pillanatnyi formán dől el igazából, hogy ez hogy látszik a pályára, vagy kívülről hogy néz ki. Ez tény, hogy szerintem ez a két legjobb csapat pillanatnyilag a bajnokságban. Szerintem jó meccset is játszottunk, és hát örülünk, hogy győztünk. Igazából mezőnyben talán nem is volt különbség a két csapat között, mert mind a ketten kulturáltan sok összjátékkal játszottatok, viszont a befejezésekben azért az 5-1 az sokat mond. Igen, igen, azért sokkal több helyzetünk volt, tehát azt tudni kell, látni kellett, hogy azért úgy illik, hogy mi nyerjünk ennyi helyzetből, mert azért sokat kihagytunk.
kultúrát volt a játék, nagyon minőségi játékot produkált az ellenfél is, tehát nagyon szépen tették a labdát, látszik, hogy tanítva van nekik a futball, mi erre készültünk is, tehát ők ügyes technikás gyerekek, mi nem rohantunk rájuk ész nélkül, talán ez látszódott a mérkőzésen, egy kicsit behúzódva játszottunk, hogy utána a mögöttük lévő területet be tudjuk játszani, mert tudtuk, hogy nagyon ügyesek, ez is volt, de szerencsére a taktika bejött, úgyhogy simán tudtunk győzni. Gyakorlatilag az első fél időben sokat jelentett az, hogy sikerült kétszer védők mögé bejátszott labdából gólt szerezni. Igen, erre készültünk. Ha a tegnapi edzésen itt lettél volna, Andor, akkor látod, mi erre készültünk. Ez nekünk a feladatunk ilyenkor. Gyakorolunk rá minden alkalommal, és szerencsére meg is szokott lenni ennek az eredménye. Ezzel a győzelemmel, azonos pontszámmal, de jobb gólkülönbséggel a TAC állt a tabella élére a Nyergesújfal előtt. Szombaton délelőtt ismét itthon játszik a csapat, a Nagy Igmánd lesz az ellenfél. Az, hogy Tatán sokan szeretnek futni, az szinte nap mint nap kiderül, hiszen mindkét tó körül találkozhatunk velük. Futni jó, mondják sokan, és Monspart Sarolt a világbajnok tájfutótól származik a már szinte szállóigévé vált mondás, a láb mindig kéznél van. Tulajdonképpen, ha a sport oldalát nézem, akkor gyakorlatilag minden sportághoz szükség van a futásra. Fejleszti az állóképességet, javítja a keringést. De igaz ez azokra is, akik nem sportolnak, csak úgy érzik, a mozgás jót tesz az egészségnek. A gyerekek is szeretnek futni, ezt igazolja a rendszeresen megrendezett mezei futás diákolimpia, vagy a Tatán tavasszal és ősszel rendezett mezei futóverseny. A kastélykert most is megtelt futókkal. A Városi Diáksport Bizottság szervezte a kistérségi sporteseményt. Atléták egy része szeretett mezeizni, a másik fele, akik ugye rövidtávosok voltak, annyira nem. Hát azért ez nem igaz, mert nekünk is kötelező jelleg volt, tehát a sprintereknek is, de valóban, hogy mi jobban szerettük a pályaversenyeket. Itt a kicsiknél tulajdonképpen az a cél, hogy megismerjenek egy újfajta mozgásformát, újfajta versenyzési formát, csapatépítés, tehát minden, ami az atlétika. Ez a mezei most egy ilyen köztes, hiszen verseny, de ugyanakkor még az alapozást nem tudom, elkezdtétek már? Elkezdtük már az alapozást október 1-jével. Tulajdonképpen egy általános alapozás folyik, inkább a hosszabb futások, szögdelések, tehát láberőerősítés, has, hátizom, és majd novemberben kezdünk el úgymond a rendes alapozási időszakot. Ilyenkor mi az a táv, ami mondjuk egy alapozáskor leghosszabb távként szóba jöhet? Leghosszabb táv az a 4-5 kilométer, már a kicsiknél is, tehát úgymond két cseke, az már bőven belefér. Csináltuk is már, tehát egy kör, egy pici pihenő, másik kör gyorsabbra, szépen megfutva. Tehát magyarán a klasszikus folyamatos felépítés, tehát piramis elv alapján dolgozunk. Azért szeretik ezeket a hosszú futásokat? Szó-szó, ahogy te is mondtad az elején. Általában aki nem szereti, az mindig mondja, hogy én rövid távos vagyok, és akkor mindig mondom, hogy én is az voltam. De tulajdonképpen rá kell kényszeríteni őket, mert hisz a gyorsasági álló képesség az csak ebből áll, illetve hát a különböző résztávos futások pedig erősítik a részhajrát, a véghajrát, tehát minden, ami a végére kell. A kicsiknél rendszerint nagy mezőnyök indulnak, ez most is így volt. Korcsoportonként indították a mezőnyöket, egy-egy rajtnál 100 körül indulóval. Az első korcsoportos fiúknál holt verseny alakult ki az első helyen, ami mezei versenyeken igencsak ritka. A második korcsoportos lányoknál viszont biztos győzelem született. Holt verseny lett, hogy jött ez ki? Nem tudom. Hát nehéz volt a verseny. Nagyon kellett futni? Igen. Hol tudtál futni, végig elől, vagy azért a tömegbe? Hát a tömegbe. Nehéz volt? Igen. Te hogy nem tudtad megverni, vagy hogy tudott utolérni a célba? Nem tudom. Végig ott futottál az elől? Nem. Nem? Hol? Középen. Középen? És elől hogy tudtatok elfutni a többiek mellett? Könnyen. Könnyen? Nagyon melegetek van. Nagyon kifutottátok magatokat? Igen. Számítottál arra, hogy valahol ott lesztek az elején? Igen. Na, miért? Mit sportolsz? Focit. És te? Én nem sejtettem. De mit sportolsz? Futok. Látom, a futúros mez van. Mit futsz? Milyen távokon futsz? Hosszú. Nagyon bátran futottál, itt gyakorlatilag végigvezettél. Köszönöm szépen. Hát én még görkorcsolyázom és kajakozom, úgyhogy
Ott azért eléggé szoktunk. Így. Sokat szoktatok futni? Hát nem futni, de más dolgok azért sokat, és fárasztóan. És a görkorcsolya érdekesebb, mint a futás? Hát én nagyon szeretek görkorcsolyázni. De hát ennek most nagyon sok hasznát vetted itt a futásnál. Igen, igen. Lényegében én nem is futok, hanem ugye a görkorcsolya az helyettesíti. És mit vártál magadtól, főleg ott, amikor az elejétől már gyakorlatilag egyedül futottál? Hát én már régen is eléggé jó eredményeket értem el, úgyhogy most, hogy így nagy voltam a korosztályomban, így elvártam magamtól. Előzetes következő műsorunkból. Aranyat ugrottak a vaszarisok. Kerekesszékes kézilabda válogatott meccs volt Tatán. Bozsik tornát rendezett a TAC.